Köszöntöm a nézőket, jó estét kívánok, egy újabb közmeghallgatást a polgármester hivatal műsorát láthatják. Mai vendégünk Miklós Levente, az Udvarhely Táncműhely igazgatója, akivel az Ösztánc ősszel rendezvényüknek adunk hírt. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó estét kívánok, szervusz, én is üdvözlöm a nézőket. November 3-a és 6-a között tánc és társművészeteinek találkozása, immáron harmadszorra. Az Ösztánc ősszel rendezvény úgy jött létre ezelőtt 3 évvel, hogy mi voltunk a sorosok az erdélyi magyar hivatásos tánc együttesek találkozóját megszervezni, ami egy vándor rendezvény. Annyira vándor, hogy az idén nem is volt, mert a nagyváradiak kellett volna megszervezzék, és ők nem szervezték meg az idén. És akkor született meg az ötlet, hogy hát ez egy ösztánc, ugye, és akkor az volt az Ösztánc egyes, és ennek ötletén alakult ki az Ösztánc ősszel, amely már tavaly mondhatni jó sikere volt, és az idénre is összehoztunk egy tánc előadásokban gazdag fesztiválocskát, találkozót. Ezt szerettük volna kibővíteni az idén Kárpát-medenceire, így is próbáltuk hirdetgetni, így is pályáztunk. Évad végén, vagy évad elején beszéltünk erről, igen. Kárpát-medenceire, de sajnos nem sikerült, lévén, hogy ez nagyon nagy támogatást igényelne, és van olyan pályázat, amin a Bethlen Gábor alapnál nem nyertünk erre, és onnan számítottunk bizonyos pénzösszegre. Úgyhogy nem lett ez Kárpát-medencei, de úgymond mégis Kárpát-medencei, csak nem a kibővített Kárpát-medence, mert szerettünk volna elhozni Vajdaságból, Felvidékről táncegyütteseket. Hagyományosan itt vannak azok a közeli táncegyüttesek, akik hozzánk közel állnak művészetben is, és van új produkciójuk is, és még nem járt nálunk az új produkció, mert például a Csíkszeredai Hargita együttesnek nincs most új produkciója, amit elhozzon, mert tavasszal már járt itt. A Maros Művész Együttes jön egy csodálatos új előadással, János Vitéz, táncszínházi előadás, a rendezője Novák Ferenc Tata, aki itt volt Tánc Tavaszán nálunk, ő nyitotta volt meg a Tánc Tavaszát, és Novák Ferenc Tata, ugye neve nem kell őt ismertetni a székelyudvarhelyi nézőknek sem, vagy színházba járóknak, vagy táncelőadásra járóknak. Az ő előadásában van a János Vitéz, amit gyerekeknek is előadunk, de felnőtteknek is. Ez egy olyan előadás, ami egyébként minden gyerek előadás olyan, hogy lehetne élvezettel meg lehet nézni egy felnőttnek is, úgyhogy ezzel és kezdünk. És ugyanez fordítva is igaz. Természetesen, igen. És november 3-án ezzel az előadással kezdünk. Ez egy tánc, ének, beszéddel begyített előadás, és mondom Novák Ferenc Tata előadásában. Másnap jön a Háromszék Tánc Együttes Sepsiszentgyörgyről, ők most mutatták be október 20-án, tehát nagyon friss előadással jönnek, a Maszk Ura, rendezője Ivácson László, őt már ismerik itt Udvarhelyen, több előadást láthattak az Ivácson László rendezésében, vendégkoreográfusok itt Bordás Attila, Gálber Attila, Ónodi Béla és Orzák Kelin, jelmezés díszlettervező az előadásnak Furik Rita. Tehát a nevek, amik fel vannak sorolva, mindenképpen izgalmas előadás lesz. Furik Rita az a Furik Rita, akik nekünk a varázséneket készítette, amit a tavasszal mutattunk be. Tehát ez egy csodálatosan szép előadás lesz. Arról szól, hogy miért használunk maszkokat. Az évszázadok. Erre akartam kitérni, hogy nézem a kis műsor füzetecskében, hogy minden előadáshoz van egy kis ízelítő. János Vitézt különösen nincs miért bemutatni. De hát ott is van egy kis ízelítő. Ott is van a maszkuránál, meg pont amiben belefogtál, hogy az előadás azt keresi, hogy az ember miért bújt valaha állatbőrbe, és miért készerül a mai napig arra, hogy elrejtse az arcát magát valami mögé. Adjunk ilyen jellegű ízelítőt is a nézőknek, hát ha még jobban felkeltjük a kíváncsiságukat. És ez lesz pénteken. A táncműhely a Ködből Csöndből táncszínház előadásával mutatkozik be, amelynek a bemutatója szeptemberben volt, tehát ezt az előadást adjuk mi elé. És meghívtuk az M-stúdiót, aki nem tudott mostanában hozzánk jönni tavasszal, és nem tudtak eljönni hozzánk, mert épp máshova kellett menni. Az M-stúdió a Törékeny című előadását már több éve próbálják elhozni hozzánk. Ez egy nagyon érdekes, törékeny, úgyhogy hát itt már a neve is poharak is lesznek benne. Hagyományosan ugye az M-stúdió nagyon szép és nagyon kidolgozott mozgásszínházi előadásokat hoz létre. Tehát ez a 4 tánc előadás lesz csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap. A tánc mellett vannak más programok is, mert
újszerűen off programoknak hívjátok. Igen, hát ezt tudod, minden fesztiválok így hívják azokat a programokat. Az újszerűt nálunk igen, nem használatos. Igen, most már mi is beírtuk ugyancsak a szórólapra is, hogy off programok, tehát azok a programok, amelyek kapcsolódnak a fesztiválhoz, vagy kapcsolódnak a találkozóhoz, az ösztánc ősszelhez, tehát a tánchoz kapcsolódnak, de nem a tánc művészet területéről jöttek ezek az előadások, vagy ezek a programok. Ez minden fesztiválon van, hogy egy színházi fesztiválon van másfajta program is. Vagy lehet ugyanolyan, csak nem lehet mondjuk például az amatőr világból érkező. Kiegészítő programok. Na, ilyen kiegészítő program egy nagyon érdekes könyvbemutató. Dr. Táncos Vilmos Kolozsvári Néprajzkutató Egyetemi Tanár könyvének bemutatója, Elejtett szavak. Ez egy csíkiszékely ember nyelvét, a nagy tatája világát mutatja be, ő is benne van a regényben. Nagy sikerű könyv, tehát nagyon sokat adtak el ebből a könyvből, és nagyon sokan olvassák, nagyon sokan keresik ezt a könyvet, és azért hívtuk meg őt lében, ugye, tehát néprajz illetettségű könyv, tehát kimondottan beleillik az ösztánc ősszel fesztiválba. Ő neki pénteken lesz a könyvbemutatója, pénteken délután 5 órakor. Minden rendezvény a Művelődési Házban zajlik, úgyhogy ez is ott lesz a koncertteremben. És akkor pénteken könyvbemutató után már át is lehet menni ugye az előadásra, ami a maszkorák aznap este 7 órától van. A szombaton egy érdekesség, a Somos zenekarról gondolom hallottak többen is, ezt egyházi személyiségek, egyházi emberek hozták létre, tehát a fő mozgató rugója egy református lelkész, és a zene, amit játszanak... Ez már önmagában elég. Igen, Juhász Ábel, a telekfalvi református lelkész, a fő mozgató rugója ennek, ő hozta létre. Több, nem mindenki egyházi személyiség, akik benne vannak, de még vannak egyházhoz kötődő, tehát lelkészek, és a zene, amit játszanak, az egyházi zene és a népzene között, vagy mindig a kettőnek az ötözése, tehát a népzene és az egyházi zene találkozása, és egy nagyon szép koncertet fognak nekünk adni, szombaton este 8 órától, ők is a koncertterembe. Tehát a mi előadásunk az 7 órától van, és ahogy vége van a mi előadásunknak a ködből, csöndből, akkor ők 8-tól a koncertterembe. Egy másik érdekesség, a Repű Madár Egyesület, ez egy új egyesület, kiadott egy énekes, dalos könyvet CD-vel, amelynek lesz a bemutatója, csíkmenasági dalokat, énekeket, népdalokat fognak énekelni, a csíkmenasági adatközlők, így hívjuk ugye azokat, akik népzenét, csíkmenasági asszonyok, az ottani tanítónéni szervezésében, ők hozták létre ezt a, van egy egyesületük, és ők hozták létre ezt a CD-t, tehát ők kiadtak egy nagyon szép CD-t, amelyet ők be fognak mutatni vasárnap délután 5 órától, tehát itt lesznek a csíkmenasági asszonyok, és ők fogják elénekelni azokat a dalokat, amelyek a CD-n vannak. Ez is egy különlegesség szerintem ennek a mostani fesztiválunknak. Állandó barátai vagy állandó résztvevői a Székelyföldi Kézművesek Egyesületének tagjai, akik minden évben ki szoktak állítani a rendezvényünk alatt termékeiket, amiket gyártanak, amiket készítenek, ugye ezek mind népművészek, legyen az faragás, varrás, gyöngyfűzés, stb., tehát mind a népművészet területéről, ők fognak kiállítani a Művelődési Ház előcsarnokában. Tehát az egész rendezvény alatt csütörtöktől vasárnapig az ők termékeiket lehet megcsodálni, megnézni a Művelődési Ház előcsarnokában. Az Udvarhely Táncművészeti szervezésében és a két társ egyesületünk, az Örökség Egyesület és az Icer Egyesület szervezésében már szeptember végétől hagyományosan minden csütörtökön táncházat tartunk. És lévén, hogy csütörtökön most beleesik a fesztiválba is, csütörtökön természetesen este van táncház, tehát csütörtökön este az előadás után táncház van. A táncházban az első óra az tanítással folyik, tehát egy első órában tanítás van, oda lehet jönni bárkinek, aki nem tud táncolni, aki meg akar ismerkedni a néptánc világával, aki meg szeretne tanulni, vagy aki már tud, csak szeretné ezt bővíteni, és a tánctanítás utáni időszak az a mulatságé, a táncházas táncolásnak az öröméért szól. Gyerektáncházat is szervezünk minden kedden,
fél öttől és öttől, fél öttől, minden kedden fél öttől a kicsiknek, a, úgymond az egy évtől három éves korig, és öttől a három évtől hét éves korig, és ezt a táncházat, vagyis hát egy ilyesmit szeretnénk szombat délelőttre, úgyhogy szombat délelőtt 11 órára várjuk a próbatermünkben az anyukákat, apukákat, gyerekeikkel, és lesz egy gyerektáncház meglepetésekkel. Összegeztem közben, míg beszélgettél, tehát 4 fő előadás lesz, ha jól számoltam. 3 fontosabb program, illetve a táncházak, gyerektáncház és a csütörtök esti táncház. Ez így sem kevés azért. Egy gyakorlatilag csütörtök, péntek, szombat, 4 nap. Tehát négy napra kínálunk, igen, találkozót, fesztivált. Itt még azért elmondanám, hogy ezt a rendezvényt a polgármesteri hivatalnál is pályáztunk az egyesülettel, tehát az is támogatja, a Communitas, az NKA támogatja ezt a rendezvényt. A lényege végül is ennek az, hogy tömörítve, tehát más hangulata van akkor, mikor elmész egy előadásra egy kedden, aztán majd elmész egy előadásra 2 hónap múlva megint valamire. De amikor ma is megnézhetsz egy előadást, utána meghallgathatsz egy mondjuk egy CD bemutatót, egy kórust, a csíkmánasági asszonyokat, másnap megint megnézhetsz egy előadást, meghallgathatsz, elmehetsz egy könyvbemutatóra, ami ugye kapcsolódik, akkor ez így összhatásilag sűrítve kapsz valamit, kultúrát vagy hatások érnek, és élményben lesz része, tehát ezért érdemes részt venni. Bérletet is árulunk, nagyon hozzáférhető áron, 25 lejes jegy, ami minden előadásra érvényes, az előadásokra is 10 lej csak a belépő, tehát ennél magasabb áru nincs. Érdemes venni bérletet, mert akkor több előadásra el lehet jönni vele. Vannak, akik már élnek ezzel. Gondolkodtam a költségvetés részén, mondtad, hogy kevesebb pénzetek van. Mi a legnagyobb tétel? Ezt soha nem kérdeztem meg. Az utaztatás? Tehát, mert jönnek Csíkból, jönnek... Igen, szállásolás, utaztatás, Maros... előadásdíj. Persze ez nem, tehát az lett volna nagyon drága, tehát ez nem egy drága fesztivál a mostani, hogyha el tudtuk volna hozni a topolyaiakat, velük volt már egyeztetve, és a felvidékéket. De le van műsordíjuk is nagyobb, vagy az utaztatás? Nem, hát nagyon, ki kell számolni, hogy mit tudom, eljön egy autóbusz 30-40 emberre, plusz még jön egy másik, egy teherautó Topolyáról. Én most nem tudom fejből, hogy hány kilométer vajdaság, de hát több, mint Budapesten. Nem is Budapesten. Az a gondoltam, igen, hogy a nézők, igen, is kapjanak képet. Igen, tehát annak a költségei sokkal magasabbak, hogy őket ide el tudni utaztatni, vagy ugyancsak őket, a 30-40 embert elszállásoltatni, lévén, hogy a Topolyáról jönnek, felvidékről jönnek, akkor nem egy éjszakára érkezik, tehát 2-3 éjszakás itt lét lett volna. Sajnos ezt most nem tudtuk megengedni magunknak, de reméljük, hogy jövőben sikerül, tehát őket mindenképpen. A topolyaikat azért szerettük volna feltétlen, mert a Topolya ez a Vajdaságban van, én nem jártam sajnos ott soha, és a zenekaruk, az a Csalóka zenekar, aki a Táncműhelynek volt 1998-as alakulásakkor a zenekara. Tehát, és ők tudtak volna, ide sajnos nem tudtak eljönni, mondom, mert ők nem tudtak belepótolni ebbe a költségekbe, hogy eljöjjenek. Mert hogyha ők bele tudnának pótolni, akkor természetesen. Tehát őket mindenképpen valahogy a Tánc tavaszára jövőbe, vagy az ősztánca, tehát valamelyik fesztiválunkra készülünk lehetőséget teremteni, hogy jöjjenek el. Lévén, hogy mondom, az a zenekar, aki itt kezdte a pályafutását, vagy itt folytatta a pályafutását, és aztán haza visszamentek Vajdaságba. Kultúra területén is válság van. Hát nincs azért annyira válság, azért az emberek ragaszkodnak az előadásokhoz, ragaszkodnak a, legyen az tánc, vagy színházi, vagy bármilyen jellegű előadásra. Szép számmal jönnek nézők hozzánk is, remélem most is az ösztánc összerre. Természetesen válságban, forráshiányok miatt, igen, de azért mindenki megpróbál minőségi előadást forráshiányok ellenére is, igen, megpróbál szebbnél szebb és tartalmasabb előadásokat létrehozni. Ezek teljesen új produkciók, amelyek itt fel vannak sorolva, a Háromszék és a Maros Művész Együttesnek is, hát már a szórólapból is látszanak, a fotókból is, hogy igazi csemegéknek bizonyulnak, mert nagyon szépek a jelmezek, díszletek, amiket látunk itt a fotókból is, és mondom, új produkciók, tehát most hozták létre.
mindenki azért próbálkozik, hogy megfelelő szintű előadásokat hozzon létre, amelyekkel közönség elé lehet állni. És eddig sikerült is. Igen, eddig nekik is, meg nekünk is. Két nagy rendezvényetek van, a Tánctavasz, a Ösztánc ősszel. Az Ösztánc ősszel az kisebb. Te is inkább úgy kezeled, legalábbis úgy érzem. Igen, hogy a tánctavasz ugye, igen, főleg 7-8 napos szokott lenni a Tánctavasz a fesztiválunk. Az Ösztánc ősszel az 3-4, tehát ezek a napok között működik. A kettő közötti különbség, és ezt próbáltuk megtartani eddig, hogy az Ösztánc ősszel inkább a népi kultúrához közelebb álló, tehát amely, azok a táncelőadások, amelyek a népi kultúrából, vagy néptáncból dolgoznak, vagy néptánchoz közeli előadások. A Tánctavasz a színesebb paletta, igen, de azért mindig, tehát úgy, tehát a kettő azért, hogy egy helyre tartozik, lévén a mi intézményünknek a gyereke mindkettő, azért a Tánctavaszán is van egy nagyon szép néptánc előadás, valami, tehát az idén volt a Novák Tata rendhagyó történelmi órája, tehát azzal kezdtünk, és ide is mindig becsúsztatunk az Ösztánc ősszelbe is egy más tánckultúrával foglalkozó előadást, mert lévén a kettő együtt él, tehát hiába, tehát a kettő egy helyre tartozik, együtt él, van, aki csak néptánccal foglalkozik, vagy néptáncból ikletődik, az M-stúdió, igen, úgymond a kakuk tojás, igen. Vagy a mi előadásunk is valamennyire, tehát néptáncból építkezik a ködből csöndből is, de nem néptánc nyelven mesél majd tovább. És ugyancsak az M-stúdiójé, annak nincs köze a néptánchoz, az egy mozgás színházi előadás, de tánccal foglalkozik, és a kettő együtt van mondhatni a magyarországi palettán, az erdélyi palettán is a jelen, hogy táncszínházi előadások, kortárs táncszínházi előadások, és néptánc közeli, vagy néptáncon, folkloron alapuló tánc előadások. És ezért hívtuk meg az M-stúdiót ide, tehát mondom, hogy a két fesztivál közötti kapcsolatot ezzel meg tudjuk teremteni. Sok nézőt kívánok, tartalmas napokat, november 3-a és 6-a között. Ne feledjék a nézők, tehát Ösztánc ősszel harmadszóra. Köszönöm, hogy itt voltál és hírt adtál mindennek. Én is köszönöm, és várjuk holnaptól egész vasárnapig a nézőket, jöjjenek előadásainkra. Jegyek, bérletek válthatók már ma is, holnap délelőtt is a Műöldési Ház pénztáránál, és tartalmas kikapcsolódást kívánok én mindenkinek. Így van, én megköszönöm a nézők figyelmét, viszontlátásra!